Fontos, hogy vajdasági szerzők kutassák és dolgozzák fel a történelmünket, mondja Katona Csaba, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Van itt egy olyan eleme ennek az egész kutatásnak, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy pontosan megismerjük a múltunkat, ez pedig a szerb nyelvnek a ismerete. Tehát amennyiben ezt valaki tanult nyelvként sajátítja el, nyilván úgyis meg tudja közelíteni a témát, de hogyha valaki egy kétnyelvű környezetben nő föl, az egy teljesen más helyzet. És Pap Árpád kiváló kollégám és barátom hát hosszú ideje kocérkodott azzal a gondolattal, hogy az első világháborúnak a történetét, és ezen belül pedig a Párizs környéki békerendszereket megközelítse egy olyan kötettel, amelyik a szerb-jugoszláv szempontokat mutatja meg. A délszlávok Párizsban dokumentumok alapján készült, nem a magyar, hanem a Trianon nyomán létrejövő délszláv állam törekvéseinek szemszögéből mutatja be az eseményeket. Míg az 1919. január 18-án kezdődő békekonferencia a magyar állam és nemzet számára veszteséggel zárult, az új délszláv állam lakóinak, politikusainak dédelgetett álma valósult meg. Az est folyamán az Igaz történetek mindenki földjéről című két kötetes kiadványt is megismerhették az olvasók. A II. Világháborút visszaemlékezések alapján feldolgozó kiadványt Pap Árpád korábban szerkesztette. A most bemutatott három könyvhöz 14 évig gyűjtötte az adatokat a szerző. Az alapvető elképzelés az volt, hogy ne csupán egyetlen egy eseményt kiragadva, kontextusából kiragadva vizsgáljunk, hanem az volt, hogy valamilyen módon egy tágabb összefüggésbe vizsgáljuk történelmünknek ezt az egyébként elhallgatott részét. Ez az a rész, amit igazából a gyerekek előtt, hogy főleg a háború után nem beszéltek, nem meséltek róla, titokban tartottak, mert hiszen még azután is évtizedekkel később is féltek egy bizonyos értelemben realizálódó megtorlástól. Pap Árpád könyvei a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet gondozásában a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával jelentek meg.